A sérült színészekből álló Baltazár Színház új előadása, a Quantum Torna, az emberi lélekben dúló önlegyőzésről, valamint a vidék főváros ellentét pár egymáshoz csiszolásáról is szól. Nehéz lesz. Hosszú! Rövid! Könnyű! Látjátok, nem megmondtam. Mit? Nem. Te nem mondtál meg semmit. Mit, ha földögön nézne minket valaki? Úgy érted? Úgy. Még nem szoktad meg? Mit, ha földögön nézne minket valaki? Meg! Lentről. Meg a házimögül. Az 1998-ban alakult Baltazár Színház az egyetlen olyan színtársulat hazánkban, melynek tagjai értelmi sérült színészek. A Baltazár egyszerre lát el művészi és társadalmi feladatot, hiszen lehetőséget teremt sérült emberek számára, hogy tehetségüket megmutassák, bebizonyítva, hogy a sérült emberekkel kapcsolatos előítéletek átírhatók. A színház legújabb ősbemutatója egy régóta dédelgetett ötlet megvalósulása, mondta el a darab rendezője. Vörös István íróval kitaláltunk egy történetet, amelynek aztán a Quantum Torna című előadás lett a gyümölcse. Arról szól, hogy egy Budapesttől távol élő településen nagyon tehetséges, de szegénységben élő fiatalokkal foglalkozik egy tornatanár, fociznak, egy foci csapatot szeretnének alkotni, de csak 4 vannak, és keresnek még 7 játékost. És ebbe a faluba érkezik a Baltazár Színház híres budapesti társulata. Vak vagyok, hogy jós legyek, nem hittem volna, nem hittem volna. Vak vagyok, akár a hegyen, de nem a szóra, nem a szóra. Mindent látni nem élvezett, bárki kibírja, ha megérti az életet. Mindent látni nem élvezett, bárki kibírja, s elkezdi újra. A foci csapat tehát összeáll, melyben az önlegyőzést tapasztalhatják meg a tagok. Az előadásban 4 szerepet Nógrád megyéből érkező, nehéz körülmények között élő fiatalok játszanak. Őket nem csak a földrajzi helyzetük, hanem anyagi lehetőségük, családi környezetük is elszigetel minden kulturális lehetőségtől. Pest és Budapest, ott másfélék az emberek, hogy gyűlölöm, bár nem helyes, nagy képűségük végletes, ők talán nem is emberek. Ópest és Budapest. A darab alkotói, Elek Dóra rendező és Vörös István író mellett Farkas Dorka és Abdul Kamarak koreográfusok. A Downkóros színész Kocsi Zsófia 2016-ban a Baltazár Művészeti Központ növendékéből lett a színház társulati tagja, kinek a születésnapja az október 9-i budapesti ősbemutató napján volt. Jó kis társaság, mit terveznek? Mi egy színház vagyunk. Látja, különlegesek a színészeink. Ja, azt látom. Különlegesek. A társulatot alapító Elek Dóra Zebegényben él. A darabban lévő filmes bejátszások is itt, valamint szobon készültek. A darab az ősbemutatón és valószínűleg a későbbi előadásokon is lenyűgözi majd az erre fogékony közönségét. Szivárvány.